Törökországban tehát azonosították az újévi isztambuli terrortámadás elkövetőjét, de az adatokat egyelőre most még nem hozzák nyilvánosságra a hatóságok. Sajtóhírek szerint a merénylő, akit még mindig nagy erőkkel keresnek, belső információkat kaphatott a rendőrök és a biztonsági őrök elhelyezkedéséről a támadás előtt. A merényletet az Iszlám Állam terrorszervezet vállalta magára. Lövedéknyomokat látni mindenfelé ebben az isztambuli luxusbárban, az újévi merénylet helyszínén. 4 nappal a terrortámadás után még mindig szanaszét hevernek az áldozatok holmiai. A török elnököt bírálatok érték amiatt, hogy csak egy közleményben ítélte el a 39 halálos áldozatot követelő merényletet. Sokan azt sejtették emögött, hogy az iszlamista gyökerű török vezetés nem szíveli a szilveszteri partizást, amit nyugati szokásnak és az iszlámmal összeegyeztethetetlennek tart. Erdoğan ezt most cáfolta. Nincs értelme a különböző életstílusokat bírálni a támadás miatt. Ezzel csak az országot akarják megosztani, jelentette ki az államfő. Törökországban folytatódnak a razziák a merénylettel összefüggésben. Szerdára virradóra 27 embert vettek őrizetbe Izmirben, akik konyából érkeztek. Az isztambuli nemzetközi repülőtéren előzőleg 2 külföldit tartóztattak le. A török hatóságok bejelentették, azonosították a támadót, aki ezeken a felvételeken a konyai buszpályaudvaron látható. A férfi novemberben érkezett Szíriából. Vele volt a felesége és 2 gyereke is, hogy minél kevésbé legyen gyanús. Közben a török parlament megszavazta, hogy 3 hónappal meghosszabbítják a tavaly júliusi puccs után bevezetett rendkívüli állapotot. A kormány így a parlament jóváhagyása nélkül hozhat új törvényeket, és korlátozhatja a szabadságjogokat a terror elleni harc jegyében. Eltökéltek vagyunk abban, hogy idén is felvesszük a harcot az összes terrorszervezettel, és a végsőkig küzdünk, függetlenül attól, hogy melyik szervezetről van szó, és ki támogatja őket, mondta a miniszterelnök helyettes. Az Európai Unióban sok bírálat érte a török terrorellenes törvényt. A török unióügyi miniszter azonban értésre adta, nem változtatnak a jelenlegi szabályozáson, mert szerintük azzal veszélybe sodornák az ország biztonságát. Az unió mellett az Egyesült Államokkal sem súrlódásmentes Ankara kapcsolata. A török védelmi miniszter bírálta Washingtont, amiért az amerikai vezetésű nemzetközi koalíció nem támogatja a török hadsereg szíriai bombázásait. A miniszter szerint ez megkérdőjelezi az incsirliki NATO támaszpont létjogosultságát. Egyes hírek szerint az orosz légierő viszont támogatást nyújt Ankarának az Iszlám Állam elleni szíriai műveletekben, ami az első jele lehet Oroszország és a NATO tag Törökország katonai együttműködésének.